Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az Adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. Egy csomó minden egyéb érdekességgel is készülök nektek, hogyha a Patreonon kitűzött célokat el tudom érni, ezekről bővebben ott fogtok tudni látni és hallani dolgokat. Ezentúl minden adás show notes-ában bent lesz a link, és a Facebookon is megtaláljátok, de egyébként nem bonyolult, www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Üdvözöllek benneteket az Adatépítész legújabb számában. Két témát fogok feldolgozni. Az egyik az orvosi szövegek, illetve orvosi dokumentumok természetes nyelv feldolgozása lesz, a másik pedig egy magyar nyelven megjelent cikk, a Qubit nevű online szájton megjelent cikk, amit egyébként ajánlok figyelmetekbe, mert elég jó minőségű cikkek jelennek meg rajta, aminek pedig az a címe, hogy a franciák és a horvátok hülyét csináltak a futball VB-n a mesterséges intelligenciából. Amikor ezt a cikket elolvastam, akkor megint majdnem egy ilyen rage posztot sikerült csinálnom. De múltkor ugye megígértem nektek, hogy ebből nem csinálok rendszert, másodszor pedig elszámoltam 3-ig, aztán még egyszer, és úgy döntöttem, hogy inkább abba az irányba csavarom el ezt a dolgot, hogy elmesélem nektek, vagy elmondom nektek azt, hogy mik azok a tipikus helyzetek, akár egy vállalatban, de bármilyen elemzési területen, ahol érdemes machine learningről és mesterséges intelligenciáról gondolkodni, és miért volt rettentően rossz döntés foszi világbajnokságon egyáltalán foglalkozni a mesterséges intelligenciával. Természetesen itt most kizárólag arról az aspektusról beszélek, ami a cikkben is van, tehát a foszi világbajnokság eredményének a megtippeléséről beszélek, mert egyébként sok olyan adat keletkezik egy ilyen versenyen, általában bármilyen sporteseményen, amit lehet és érdemes data science eszközökkel, akár mesterséges intelligenciával elemezni, de konkrétan a futball világbajnokság várható eredménye, vagy egy-egy csapat eredménye a másik ellen egy konkrét bajnokságon, az nem ilyen. Előre kell bocsájtanom, mielőtt erről egyáltalán elkezdek beszélni, egy kis disclaimerként nektek, hogy istentelenül nem értek a focihoz. És ezt most nem ilyen olyan értelemben mondom, mint ahogy Magyarországon mindenki ért a focihoz is, meg mindenhez is, és akkor én megmondom, hogy hát én pont nem, hanem ezt úgy értsétek, hogy annyira nem értek a futballhoz, hogy nem ismerem a szabályait. Persze tudom, hogy van az a kapu, oda kell berúgni a labdát, meg tudom, hogy két csapat van, meg van bíró is, jó, ennyire értem a dolgot, persze, de egyáltalán nem értek a futballhoz, úgyhogy ezt bocsássátok meg nekem, de végül is nem is erről van szó ebben a cikkben, Isten igazából, meg én semmiképpen nem a futballról, meg annak az eredményéről akarok beszélni, már csak azért sem, mert én még a világbajnokságot sem követem, bár azt tudom, hogy most volt természetesen, nyilván ezt elég nehéz lett volna elkerülni, hogy erről tudjak, de tényleg lövésem nincs a focihoz. Ezt nézzétek el, ha ezen a télen ostobaságot mondok, de nem próbálok meg ezen a télen mondani semmit, úgyhogy remélem ezt megúszom. Na, ennyi a kis disclaimerről, és akkor bele is ásnék ebbe a cikkbe. Még egyszer, tehát a Qubit.hu-n jelent meg. Sajnos nem tudom, hogy ki az írója, mert az nincs itt a szájton. Úgyhogy ezt nem tudom elmondani nektek, de a link az ott lesz a show notes-ban, és meg tudjátok kattintani. Persze, még ti sem fogjátok tudni az írót, de értitek. Szóval, hogy a cikk nagyon röviden arról szól, hogy nagy befektetési bankok, meg ilyen mindenféle neves és nagynevű pénzügyi tanácsadók, itt konkrétan a Goldman Sachs van megnevezve, amit azt hiszem, hogy a legtöbbünknek nem kell bemutatni, de akinek mégis, akkor az a világ egyik legnagyobb pénzintézete, vagy pénzintézeti befektetője és szakértője, globális nagy cég, nem tudom hány milliárd vagy millió dollár van náluk, de rengeteg. Ezek akkora cégek, hogy simán egy Magyarországnál nagyobb GDP-t akár kezelhetnek is, szóval tényleg nem kis pályásokról van szó. A lényeg pedig az, hogy a cikk arról szól, hogy ezek a nagy bankok, meg itt még a Dortmundi és a Müncheni Műszaki Egyetem, meg a Genti Egyetem statisztikusai is készítettek különböző előrejelzéseket, arra nézve, hogy ki fogja nyerni a VB-t, illetve hogy mi lesz a különböző csapatok eredménye, meg ki jut be a negyeddöntőbe, stb. És hát arról szól a cikk, hogy rettenetesen mellé fogtak ezek az előrejelzések, pedig még a mesterséges intelligenciát is bevetették, és hát, mint ahogy mondom, a cím is tényleg arról szól, hogy
hát a foci csapatok hülyét csináltak, ezt a kifejezést használják, a mesterséges intelligenciájából. Az vitathatatlan tény, hogy a mesterséges intelligencia rosszul jelezte előre a foci eseményeknek a várható kimenetelét, de ez egy olyan vitathatatlan tény, amit én egész nyugodtan meg tudtam volna mondani előre nekik, ha megkérdeznek. Persze nem csak én, nem azért, mert én ilyen atomzseni vagyok, hanem bárki, aki a témakörrel behatóan foglalkozik, és tényleg a szakértője. Ugyanis keresve is nehéz lenne rosszabb terepet találni a mesterséges intelligenciának, mint a futballcsapatok eredményének előrejelzése egy adott tornán. Természetesen, ha nem fociról lenne szó, hanem mondjuk kézilabdáról, az valószínűleg hasonlóan rossz eredményt szolgáltatna. Nyilván, persze nem tudom, de sejtem, vagy azt gondolom, hogy gondolhatjuk, hogy arról van szó, hogy ezt a világeseményt, amit hát rengeteg helyen közvetítenek, emberek milliói néznek a tévében, meg hatalmas pénz van mögötte, meg óriási marketing, mint ahogy ezt tapasztaltuk, senki nem hagyja ki ezt az eseményt, ugye az összes a sörgyártóktól kezdve, de mindenki, tehát a dezodorgyártók is előjönnek, a szurkolós, meg focis dolgokkal, meg a kóla, meg minden cég rámozdul erre, ugye hatalmas marketing van mögötte, és mindenki akar egy kis darabot ebből a megszerzett figyelemből és hírverésből. Ez jó, nem jó, ez nem tiszta ennek a podcastnek ezzel foglalkozni. A tény az, hogy mindenki szeretne egy kis darabot, és hát erre rámozdult ezek szerint a Goldman Sachs marketing csapata is, meg hát több egyetem is, nyilván azért nekik más volt egy kicsit az indítatásuk, gondolom az ő részükről inkább játék volt. Na mindegy, szóval, hogy a nagy cégek is erre így rápörögtek, és akkor mindenki, aki bármilyen szintig is foglalkozik adatelemzéssel, vagy adatvizualizációval, az gyártott valami focisat. Én szándékosan nem, és ez a poszt sem a fociról szól. Egyrészt azért nem, mert tényleg atomhülye vagyok a focihoz, másrészt meg én annyira nem szeretem ezt a akármi van a világban, és akkor azt így nem szeretem, mikor valaki olyan sekélyesen gondolkozik, hogy bármi történik a világban, azt rávetíti a saját kis dolgára, és akkor azt hozza ki belőle, értitek? Tehát amikor van egy szörnyű repülőgép katasztrófa, és akkor nem megrendülsz, vagy együtt érzel az áldozatokkal, vagy segítesz, vagy bármi, hanem ha megpróbálod a bizniszedre ezt így rácsavarni, hogy hát igen, hogyha velünk szerződött volna a nem tudom milyen airlines, a facility managementben is mi cseréljük a WC-kben a papírtörlőt, akkor ez nem történik meg, vagy valami hasonló. Én ezt egy picit ízléstelennek tartom, különösen egy ilyen morbid szituban, mint mondjuk egy légiszerencsétlenség, de egyébként minden egyéb ilyen helyzetben, tehát nem értem, hogy attól, hogy valakik fociznak a pályán, arra most nekem miért kell rácsavarodni marketingügyileg, ha egyébként semmi releváns mondani valóm nincs, mert azt értem, hogy ilyenkor sört isznak az emberek, és na, értitek, hogy mit akarok ezzel mondani, de hogy a Goldman Sachsnak mi köze van a foci világbajnoksághoz, hát őszintén semmi. Ezt már az is megmutatja, hogy mennyire sikerült el rontani ezt az egész machine learninges dolgot. Ugyanis, és akkor itt jön a tartalmi vagy lényegi rész, mikor érdemes beszélni machine learningről? Ugye nagyon fontos, hogy machine learningről akkor tudunk beszélni, hogyha van adat. Van adat, méghozzá sok adat, és nem akármilyen adat, ez is fontos, hanem olyan adatunk van, ami sok jellemzőből áll, sok attribútum van benne. Tehát nem csak azt tudjuk, hogy egy lakás mennyibe kerül, hanem tudjuk, hogy hány négyzetméter, mennyi szobája van, milyen a fűtési rendszere, stb. Stb. Értitek, egy csomó infót tudunk róla, és akkor ilyen megfigyelésből, mondjuk ez egy adott lakás esetében megfigyeljük, hogy kerül 20 millió forintba, harmadik emeleten van, ennyi négyzetméter, stb. Stb. És akkor sok ilyen megfigyelésünk van. Na például a lakáspiacot éppen ezért elég jól lehet machine learning eszközökkel, meg adatbányászati eszközökkel elemezni. Ezzel szemben mi a helyzet a futballal? Valójában, ha igazán ilyen adatelemzési szemszögből nézitek, akkor rettenetesen kevés adatunk van. Eleve összességében nem volt sok meccs, most megint nem tudom ugye megmondani, hogy pontosan mennyi meccs volt így a világbajnokságon, meg a világbajnokságra kiállt csapatok sem játszottak még sok meccset. Tehát nyilvánvalóan 100 alatt van a csapatonként a meccsek száma, pedig még a 100 sem egy nagy szám, ha belegondoltok abba, hogy még egy big data vagy egy ilyen komolyabb elemzésnél hány sor van egy adatbázisban. De ne is gondoljatok ilyen nagy dologra. Sima ERP rendszerben vagy egy tranzakciós rendszerben is hát nem 100 sor van az adatbázisban, hanem több ezer, több 10 000, sőt inkább több 100 000, és akkor még mindig
sehol nem beszélünk big data-ról, arról beszélünk, hogy van egy számlázó, vagy egy ERP rendszerünk, és tehát az bármikor előállhat, vagy egy CRM rendszerünk. Egy telkó cégnek, egy magyarországi telekommunikációs cégnek van mondjuk 2 millió előfizetése. Tehát az, hogy valahol 100 sor van, hát az semmi. Szóval, hogy valójában a foci esetében alig van adat. Ráadásul a rendelkezésre álló adatok annyira sok változót sűrítenek egyetlen számba, ugye mondjuk jó, nem egy szám, de értitek a végeredmény, mondjuk 3-2 valakinek a javára, mondjuk egy ilyen mutatóba, hogy ott valójában egy csomó olyan adat van, ami nem ismétlődik a rendszerben. Milyen pályán játszik, melyik országban, hány órakor, stb. Igazából, és mivel nem ismétlődik, ezért nem tud a számítógép megtanulni benne értelmezhető mintát. Hiába érti meg, hogy egy teljesen másik ország, teljesen másik pályáján egy olyan csapat, amivel nem is azok a játékosok voltak pontosan, akik most vannak a pályán, ugye nagyon sokszor nem pont ugyanazzal a készlettel állnak fel, vagy nem ugyanakkor cserélnek, vagy nem ugyanabban a sorrendben, vagy egy másik taktikát játszanak. Én valóban nem értek a focihoz, de annyit még én is tudok, hogy az nem úgy néz ki, hogy tök ugyanaz a csapat, tök ugyanarra a pályára kimegy, tök ugyanolyan ellenség ellen, majd teljesen ugyanazt a taktikát játsza meg. Ugye hát, ha így lenne, akkor nem csak én találnám végtelenül unalmasnak a focit, hanem valószínűleg rengetegen, de tudom, hogy valójában a többség izgalmasnak találja, és én vagyok a helikopter. Úgyhogy biztos bennem van a hiba, de ti is sejtetitek, hogy bizony valójában ugyanolyan körülmények között jóformán egyáltalán nem történik ilyen mérkőzés. Ha még nem is vizsgáljuk ezt a sok-sok változót, hanem csak azt vizsgáljuk, ami állandó, akkor is nagyon kevés a mintaelemszám. Magyarán szólva, ilyen pici mintaelemszámnál, bár technológiai értelemben el lehet indítani egy machine learning folyamatot, és az nyilván szolgamód kifogadni egy eredményt, hiszen a számítógép az ilyen, tehát az lefut, ha nem nullával osztasz, akkor egyik kollégám mesélte nemrég, és nagyon megragadt ez a gondolat, hogy a számítógéppel az a baj, hogy nem szándékunk, hanem utasításaink szerint működik. Na hát ez nagyon igaz, tehát ha ilyen utasítást adunk neki, és az nem nullával osztás, akkor le fog futni, fog eredményt produkálni. Az biztos nem szakember volt, aki ezek után meglepődött azon, hogy jé, teljesen elrontottuk a becslését a bajnokságnak. Az lett volna igazából a csoda kategória, ha ilyen kis mintaelemszámból ennyi változó mellett egy értelmes eredményt tud adni. És akkor erre jön ez a Tom Perner úriember, aki az Upper Left Opportunities Found alapítója. Fogalmam sincs, hogy ki ez a fickó, lehet, hogy egy tök jó arc, én nem tudom, teljesen tudom ki ez. De hogy mond egy ilyen kommentet, hogy ijesztő, illetve úgy nevezte, hogy igen, ijesztőnek nevezte, hogy az olyan nagy pénzügyi cégek, mint a Goldman Sachs és a Bloomberg ugyanolyan szimulációkra építi a pénzügyi tőzsdei és a többi befektetéseiket és döntéseiket, mint amik ennyire brutálisan csúnyán elcsúsztak itt a futball világbajnokság megjóslásán. Gondolom ennyi felvezetés után, mert ti is érzitek, hogy nagyjából semmilyen párhuzam nem vonható a világpiac és a tőzsdeárak működése és a futball között, legalábbis technológiai értelemben semmiképp, hiszen a különböző papírok, derivatív eszközök és gazdasági folyamatok rendkívül jól összegyűjtött és részletes adatbázisra áll rendelkezésre, sok évre visszamenőleg, ezen kívül a gazdasági folyamatokat sokkal jobban ismerjük, sokkal jobban tudjuk, hogy mennyi és milyen tényező játszik közre ezekben. Persze ezekben is, ugye ezek az egész világról beszélünk, és világpiacról és tőzsdéről, akkor sok olyan, rengeteg olyan szempont van, amit nem tudunk számításba venni, vagy nem vesznek számításba, hiszen majdhogy nem végtelen sok, ugye a valóság rendkívül bonyolult, de mégis ebből a rengetegből egy relatíven nagy merítést meg tudnak vizsgálni a gépi intelligenciájú kereskedést folytatók, arról nem beszélve, hogy van ugyan néhány ilyen cég, de azért a legtöbb befektetési cég nem kizárólagosan automatizáltan dönt, tehát ott a döntéshozatalt végül aztán a brókerek vagy az elemzők hozzák meg, a gépek csak inputot adnak ehhez. Mindettől függetlenül nyilvánvaló, hogy egy olyan részvényárfolyam, aminek percenként van egy ára, és az elmúlt 10 évből minden percét tudjuk, az egy kicsit más adatszettet nyújt, mint egy nemzeti válogatott a futball világbajnokságon, aminek összesen nem volt abban a felállásban, ahogy van 100 meccse, pláne nem azok ellen, akik ellen végül is a mérkőzéseket lejátszották. Tehát, hogy gyakorlatilag
keresve sem lehetett volna tényleg rosszabb helyzetet találni, ahol megpróbálják a machine learninget használni. Majd ezután megállapítjuk, hogy hát a machine learning az rettentően szarul működött, és nem is akarok belemenni, mert itt aztán a cikk az hosszasan elemzi, hogy hol milyen valószínűségeket állapított meg a modell, és hogy mekkorát tévedett, meg egy-egy meccshez képest mi lett a vége, stb. De egyszerűen érdemtelen nézni ezeket a számokat. Tehát tényleg ez olyan, mintha fáramászó versenyt rendeznénk a halaknak, és akkor azt vizsgálnánk, hogy melyik hal teljesített rosszabbul. Lehet ilyen számokat nézni, de igazából minek? Ugyanakkor egyébként, mint mondtam, ez nem jelenti azt, hogy a sportban, vagy akár a futballban ne lehetne data science eszközöket használni. Ezt nem gondolom, sőt azt gondolom, hogy lehetne, hiszen az egyes játékosok mozgása, a különböző testi, egészségügyi adatai, pályán nyújtott teljesítményük, és ez alatt nem a rúgott gólok számát, hanem bármilyen gyorsulási, izom, kifáradási, oxigénszaturáció, mi egymás teljesítményüket lehet és érdemes valószínűleg vizsgálni. És hát azt tudom, hogy egy csomó sportnál ugye ezt csinálják, például a baseball ilyen, ugye erről még hollywoodi film is készült, ez a Moneyball, vagy Moneyballing, ami hát ilyen statisztikai, bár az nem machine learning, de statisztikai elemzéseket használt a sportban, tehát természetesen ilyen van, félre ne értsétek, hogy mit mondok, csak konkrétan a meccsek végeredményének ilyen módon történő megbecslése egy ilyen gyakorlatilag nem ismétlődő mintaszetben, ez teljesen értelmetlen. Ez a végkonklúzió, ami így mondta, hogy a Goldman Sachs esete a legérdekesebbet megmutatja, hogy a már rendkívül részletes modellezés lehetővé tévő technológiák a jövőbelátás illúzióját keltik. Az élet még mindig összehasonlíthatatlanul bonyolultabb, mint hogy ki lehessen számolni. Ez a mondat jó hangzik, részben ugye igaz is, mert az élet bonyolultabb, mint hogy ki lehessen számolni, ez valóban így van. Az is igaz, hogy a mesterséges intelligencia technológiák időnként a jövőbelátás illúzióját keltik, de ez az eset itt a foci BV-n semmiféle konklúzió levonására nem alkalmas, kivéve arra, hogy kis mintából nem szabad következtetni. Ezt a feleségemnek is szoktam mondani, az egyik, azt hiszem az első házassági évfordulónk alkalmával mondtam annó, hogyha így folytatja, jövőre már két férje lesz, mert ugye az elmúlt egy évben lett neki egy új. Tehát lehet így extrapolálni, csak feltehetőleg rossz eredményre fogunk jutni. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy akkor is szoktam hűteni a kedélyeket, amikor olyasmit írnak az újságok, hogy mindjárt itt a világ vége, meg akkor is, amikor olyasmit írnak, hogy hamarosan itt van az az AI, aki okosabb mindannyiunknál, és simán beszélget velünk, és majd átveszi az irányítást a munkahelyünk, meg a nem tudom, a föld fölött. Na hasonlóan ez is körülbelül csak a ló másik felén van, tehát nem hiszem, hogy a franciák, a horvátok, vagy bárki hülyét csinált volna a mesterséges intelligenciából, leginkább a Goldman Sachs csinált magából egy kicsit hülyét, hogy erre használta, de. És itt jön belőlem elő a cinikus kis ördög, persze ez innétől fogva teljesen spekuláció, amit mondok, biztosak vagyunk benne, hogy hülyét csináltak magukból. Mármint gondoljatok bele. Ha csinálnak egy elemzést, ami megközelíti a végeredményt, persze nem találja el, akkor abból lett volna hír. Azt ki a fene olvasná, hogy a Goldman Sachs elemzői egész jól tippeltek a foci VB-n, persze van, aki jobban tippelt náluk, mert szerencséje van és betalált, de azért ügyesek voltak. Hát valljuk be, ez a világon senkit nem érdekel. Viszont így egy csomó újságba bekerült, mert ott van be, hogy AI, meg hogy jobb az AI-t megtréfálták, meg nem tudom mi. Szóval lehet, hogy ez egy ilyen fordított pszichológia volt, vagy nem tudom. Ezt persze nem tudom eldönteni, és spekulációval részemről rátok bízom. Ha van véleményetek, én tök kíváncsi lennék, hogy szerintetek tényleg ennyire elgurult a gyógyszer, és ennyire nem vették észre, hogy teljesen felültetik magukat a rossz irányba menő buszra a Goldman Sachsnál, ahol azért nem hülye gyerekek ülnek, vagy ez egy ügyes marketing trükk volt, vagy amikor ezt a marketinggel indította, pont nem érdekelte, hogy egyébként mi lesz a végeredménye, valamit összedobtak, teljesen mindegy, milyen eredményen, a lényeg, hogy meg lehetett írni belőlük a sok-sok PR cikket. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy szerintetek ez hogy volt. Minden esetre, ha ti bármikor is bele akartok fogni egy machine learning projektbe, akkor vegyétek figyelembe, hogy azt csak akkor tudjátok megcsinálni, ha sok sor van, és az attribútumban gazdag, mert különben nem tudtok ilyen elemzést végezni, és akkor úgyis csak sírás lesz a vége. A következő témánk pedig
Andrew Long tollából származik, ez egy blogpost, természetesen a linket itt is meg fogjátok találni a show notes-ban. A címe pedig, hogy Clinical Natural Language Processing for Predicting Hospital Readmission. A lényeg pedig az, hogy egy elég komoly adatszet van, Fresenius Medical Care észak-amerikai intézetében. Én azt hiszem, hogy a Fresenius egyébként egy német intézet, de ez az észak-amerikai, nem tudom, lánya, vagy szárnya, vagy kampusza. Mindegy, a lényeg az, hogy dialízis betegek, több mint 200 ezer Egyesült Államokbeli dialízis betegnek az adatát tette elérhetővé, természetesen anonim módon, nem felismerhető módon, de a lényeg az, hogy van egy csomó olyan írt, ha nem is kézzel írt, de szabad szövegesen írt orvosi jegyzet ezeknek a betegeknek a különböző adatlapjaikon, amit aztán feldolgozott maga a szerző, ha minden igaz, így van, Andrew Long, aki a Data Fellow volt ennél az intézetnél 2017 nyarán. A machine learning modellje, ami természetes nyelvfeldolgozással, vagy más néven Natural Language Processing, vagy NLP néven is lehet ezt ismerni, azt próbálta meg, és elég jól sikerült is neki belőni, hogy az egyes szövegekből mennyire jósolható meg, hogy az adott beteg vissza fog kerülni az intézetbe valamilyen problémával. Konkrétan itt több kimeneti változót is vizsgáltak, vagy vizsgált. Andrew, hát gondolom, hogy volt egy csapata, mégpedig a következőket. A kórházon belül történő halált, tehát a kórházi mortalitást vizsgálta, mekkora az esélye rá, hogy még a kórházban meghaltja a szerencsétlen páciens. A 30 napon belül nem tervezetten történő újra kórházba menetelt, és a 30 napnál hosszabb kórházi bentlétet, tehát a meghosszabbított, prolongált kórházi bentlétet vizsgálta, hogy mekkora az esély rá, mégpedig a páciens dokumentumainak, szabadszöveges dokumentumainak feldolgozásából. Ami nagyon érdekes, hogy gondolom, sejtitek, hogy nyilván azért került be ide a műsorba, mert ez elég jól sikerült neki ez a becslés, de ami nagyon-nagyon érdekes, hogy nem elég jól sikerült, vagy érdekesen jól sikerült, hanem döbbentően jól sikerült. És az ember azt hinné, jó, én legalábbis azt hittem, hogy azokban a kategóriákban sikerül ez jól, ami gyakoribb, kevésbé izgalmas, mint például, hogy 30 napon belül újra a kórházba kerül valamilyen oknál fogva a beteg, vagy hogy egy kicsit tovább marad benn, vagy prolongáltan benn kell maradnia. Ezeket is elég jó eséllyel, az AUC értéke 0,75, illetve 0,85 volt rendre, de a legdurvábban a kórházon belüli elhalálozást tudta már a szövegből felderíteni, a szabad szöveges mezőből megjósolni. Ezt 0,93-0,94 közötti AUC-vel érte el. Ami, ha belegondoltok, rettenetesen durva, ugye az AUC csak egy kis area under the curve-nek a rövidítése. Magyarán szólva, minél közelebb van ez az érték egyhez, annál jobb teljesítményű maga a modell, amit készített Andrew, akivel már itt tekeződök, nyilván életemben nem beszéltem vele. És hát azért lássuk be, hogy a 0,93 az iszonyat közel van az 1-hez. 0,5-nél még azt mondjuk, hogy a modell az ilyen vagy-vagy, tehát hogy ez nem jó, de a fölött már azt tudjuk mondani, hogy a modell jobb, mint ha random tippelnénk. A 0,94 hát az zseniálisan jó, azt kell mondjam. Ha ilyesmivel akartok foglalkozni, egyébként ez a MIMIC 3, ez a Medical Information Mart for Intensive Care 3 adatbázis, ez elérhető mindenki számára szabadon. Egyébként a 200 ezer vizsgált esetből 50 ezernek van benne az adata. Hát, majd igyekszem kimondani, Beth Israel Diakonis Medical Center, Boston, Massachusetts, 2001 és 2012 között, szóval ez egy bostoni kórház, nem értem a nevét, mindegy, egy bostoni kórház 11 év alatt gyűjtött adata. El kell kérni, tehát csak úgy nem adják, de lehet kérni, a link az benn van a cikkben, ha megkattintjátok, és akkor meg lehet szerezni ezeket az adatokat. A cikket azért tudom ajánlani még, mert tök jól leírja, hogy milyen folyamat mentén készítette el magát a projektet Andrew, tehát hogy hogyan készítette fel az adatokat, hogy vonta össze, még ilyen kis példák is vannak, kód példák is vannak, úgyhogy ajánlom megtekintésre mindenképp, ha el akartok mérni. Most nyilván nem fogom itt a kódot felolvasni nektek a podcastben, inkább csak a cikket, mind érdekességet gondoltam, hogy behozom és elmesélem. A tanulság az, hogy a szabadszöveges mezőkből, az orvosok szabadszöveges mezőiből
iszonyat jól lehet előre jósolni, hogy mi fog történni a beteggel. És ez persze jóslást jelent, tehát itt nem arra van szó, hogy az orvosok konkrétan leírták, hogy mi fog történni, és akkor OCL-ig képesek voltunk felolvasni, vagy el tudtuk olvasni az írást, és akkor örültünk, hogy megtaláltuk. Tehát félre ne értsétek, itt természetes nyelvfeldolgozásról van szó, tehát ez azt jelenti, hogy a számítógép megértette a leírt nyelvet. Valójában ugye nem értette meg, tehát nem úgy érti, mint egy ember, hanem arról van szó, hogy képes úgy feldolgozni, hogy annak a tényleges tartalmát, a benne rejlő gondolatot ki tudja gyűjteni, és el tudja dönteni, hogy ez mit jelent. Ez nem tudom, hogy ugyanaz-e, mint a megértés, nem akarok filozofálni. Egyébként lehetne, ez is egy érdekes adás lenne, de az viszont nem lenne nektek érdekes, hogy én egyedül filozofálok itt. De a lényeg az, hogy itt arról van szó, hogy nem felolvasni tudtuk a szöveget, hanem érteni tudtuk. Szóval Andrew kódja érteni tudta a szöveget. Azért véletlenül azért kezdtem el több eszembe beszélni, mert mostanában én rengeteget dolgozok természetes nyelvfeldolgozás területén a munkámban. És igen, tehát lehet érteni a szövegeket, ahogy Andrewé is, ugye az enyém is, csak én nem orvosi szövegekkel foglalkozok jelenleg. De egyébként lehetne, nem lenne akadálya. Igazából szerintem ebben komoly lehetőség van. Úgyhogy, ha érdekel benneteket, hogy épült fel a projekt maga, és milyen számszerű eredményeik vannak, akkor kattintsátok meg a linket, mert nagyon-nagyon korrekt módon, nagyon szuperul leírta gyakorlatilag Andrew az egész működést, sőt, még olyan listát is készített, hogy az egyes szövegekben mik a legfontosabb szavak, amik előfordulnak negatív vagy pozitív módon, ami elég furcsa nekem, hogy nyilván a nem, a no, az a negatív lista tetején van, ez nem furcsa, de az a furcsa, hogy a következő szó, ami a negatív lista tetején van, az a family. Ezt egyébként még nem teljesen értem, biztos, hogy megvan a nyitja ennek is, és a pozitív oldalon pedig érdekes módon például a második az a milliliter, a negyedik pedig a milligram, ami nem tudom, hogy ez hogy jött ki, de ezek a meghatározó szavak. A lényeg tehát az, hogy a természetes nyelvfeldolgozás abszolút lehetővé teszi, hogy ember által írt folyószövegből a számítógép megértse, hogy ott miről is van szó, méghozzá annyira megértse, hogy ez alapján meg tudja becsülni, hogy mi várható egyes beteg életében, méghozzá rettentő pontossággal. Ami azért, hogy is fogalmaztak az előző cikkben, a jövőbelátás illúzióját kelti. Hát, igen. Azt kell mondjam, hogy igen, ez a jövőbelátás illúzióját kelti, és tudjátok miért? Mert ez a jövőbelátás. Persze nem a jóslás kategóriájában, pusztán csak arról van szó, hogy vannak jelek, amik jelentős tömegét a számítógép képes feldolgozni, és mivel ő rettentő sok múltbeli adatot lát, ezért jól tud tippelni. Ezt nevezhetjük úgy is, hogy na hát, de hát ez csak tippelés, meg nevezhetjük úgy is, hogy hey, ha működik, akkor működik. Én inkább az utóbbi irányt képviselem. Osszátok meg akár kommentekben egymással a vélemény, hogy ti mit gondoltok erről. A mesterséges intelligencia kvázi a jövőbe lát, vagy egész egyszerűen csak jól tippel, és nem kell ezt így túltolni. Nyilvánvaló, hogy a jövőbelátást itt most nem a sci-fi értelemben értjük, hanem abban az értelemben értjük meg a tényleg a jövőt jósolja, vagy csak tippelget. Szerintem ez messze több, mint egy sima tippelés. Nem tudom, mi a ti véleményetek. Mára ennyi volt az adatépítés, remélem élveztétek ezt az adást is. Közben nem tudom, figyeltétek-e, de indítottam egy szavazást a Patreon oldalamon, ez mindenki számára nyitva van, a normális a Patreonos hallgatóim számára is. Szavazzatok arról, hogy milyen irányban egészítsem ki az adások többi változatát, ugye ezt mondtam, hogy ezek az adások mindig meg lesznek, amik ilyen cikkben mutató jellegűek, de felmerült bennem egy-két ötlet, hogy még mivel lehetne pluszba kiegészíteni a témakört, és ott tudtok szavazni, de csak azokra tudtok szavazni, amiket én kitaláltam, viszont én nem így képzeltem ezt a dolgot, úgyhogy nyugodtan kommenteljétek be, ha van még más ötletetek, hogy aranyos az a négy dolog, amit én kitaláltam, de lenne egy ötödik, ami sokkal jobb lenne. Toljátok! Szükségem van ilyen értelemben abszolút a visszajelzésetekre és a segítségetekre, mert szeretnék olyan témákat a sok ötletem közül felhozni, ami tényleg érdekel benneteket, mert azt gondolom, ezzel mindenki nyer. Úgyhogy kommenteljetek, egymással is beszélgessetek, ha van kedvetek, meg velem is. Én megígérem, hogy minden kommentet elolvasok, és igyekszem válaszolni rájuk. Persze a hello@adatépítész.hu-ra is írhatok, az is működik, csak akkor azt a többiek nem látják. Na jó, ennyi volt már az adatépítész, remélem, hogy tetszett az adás, és velem maradtok a következőre is. Sziasztok!